I'm sexy and I know it. Figyelj, én mindig azt mondom, hogy becsengetésedet kell érni időben, 5 perccel lehetőleg. Hát alapvetően mit mondjon erre az ember? Tehát 5 éve azért emlékszem, amikor utoljára itt interjút csináltunk. Én is emlékszem, és beszéltük is, hogy 2018-ban, amivel a Rúdnál találkoztunk. A Rúdnál így van, azóta azért diplomás tanárként már mégiscsak vigyáznom kell a hírnevemre ilyen szempontból. Nézegeted egyébként a TikTokon, hogy azért mennek a találgatások, hogy te vitted-e valamire, vajon mi lehet ma veled, és hát akkor ezek szerint tudunk gratulálni, hiszen akkor sikeres lett minden. Hát ne tudd meg, alapvetően azért a feladat megoldás után, ha azt kérdezem a diákoktól, hogy van kérdés, általában előbb kerül fel az a kérdés, az, hogy tanár úr maga nem az, aki azt mondta azt, hogy Mizu! Mizu! Hogy érzed magad? Nem jól. A fasz kurva jól érzem magam! Hát, igazából jövő héten érettségizek, aztán úgy voltam vele, hogy minek stresszeljek a tanulás miatt, így is úgyis ötös leszek. Hát akkor eljöttem egy kicsit a Rúdhoz, aztán kicsit jól érzem magam. Én lopnám a szót és kérdezném tőletek, hogy Mizu, milyen a ma esét? Látom, nyomjátok a zenéket, megy az alapozás nagyba. Mi nyomjuk az alapozást, jó hosszú sor van, míg bejutunk, addig nyomjuk a zenét, szórakoztatjuk a népet. Biggie! Mi várja, te vagy a Biggie, nem? Biggie! Can't you see? Van egy előadó, aki azt énekli, hogy a parfümöd nem hat rám. Airflow! A parfümöd nem hat rám, még érzem az illatát. Nem ismerem amúgy. Mi kicsit hasonlítasz rá? Ja, titokban a példaképen meg ilyenek, ám imádom az összes zenéjét. Várjál, megkérdezem újra. Az a jó, hogy nem élőbe megyünk, újra tudjuk menni meg. Ez a fiatal ember vagy lány, nem tudom, legalább elbírt menni. Na, szóval, fiatal ember, jó, ezt is megtudtuk, mert ugye vissza kellett jönnie, mert ott hagyta a lakáskulcsot, vagy valami piát akar venni. Marci a nevedem, mert hasonlítasz valakire. Nem? Nem. Ő is ilyen bulika, ilyen bulizós videókat csinál, de főleg fesztiválon. Ő nem jön le ide. Hát gondoltam. Mit csinálsz? Töltöm neked a faradbort. Sziasztok, ez itt a Partiség Közt legújabb adása. Nem telt el 4 nap újra, itt vagyunk Monyarcvasén a Magyar Tenger Diszkóba. Itt vagyunk a mai napon DJ Yaminen, de itt van velünk Showmix és Silverman is. Úgyhogy tessék velünk a mai adásban, és itt vagyunk egy UV Color december végén, egy szilveszter előtti nagyszerű buli Monyarcvasagyen. Tartsatok velünk, ma is érdemes lesz. Várjál! Igen! Hogy vagy? Remekül! Mindig így bulizol? Igen! Hát akkor buli van! Igen! A pókember itt Monyarcvasagyen. Eddig hol voltál és mit csináltál? A bűt üldöztem! Pókember! Milyen barátságos pókember? De milyen barátságos? A legjobb kedvenc szuperősöm. Nézzél rá! Hát csodálatos! A környéken szoktam megűzni a bajt. De miért nem voltál itt, amikor itt volt a Yamina? És védted volna meg? Jönnek a izé, nem tudom, a verekedősök vagy valami. Kiszöböd a hálód rájuk. Valami nagyon durva helyzet volt és elhívtak máshova. Ja, hát itt a környék, mert annyi teendőd van mindig. Hát főleg itt van az év vége. Milyen volt az idei éved? Mennyire buliztad ki magad? Rettentően! Pókember a bulizó állat! Így, nem tudtam, de ma is tanultam valami újat. És kik a barátaid? Kikkel szoktál együtt bulizni? Itt vagyok a Benővel, az Ádámmal, és a Karakánnal, meg minden haverommal. És mi van a bosszúállókkal? A bosszúállók? Őket padlóra tettem, mert beszóltak. Szóval, az előbb láttuk, hogy elég sok gombot megtekertél. Melyik mire jó, meg most mit csináltál az előbb, ezt te tudod? Hát nem, így érzésből tudod, így hallom. Letekerem, aztán ilyen érdekes lesz, tudod. Kaptunk néhány kommentet, hogy van, aki egyébként a mi videóink alapján szokott megtanulni DJ-zni. Tehát, hogy ez most jó produkció lesz, ha megnézi a videót, hogy róla tőled tanul? Ez jó lesz. Hát tőlem lehet tanulni. Ugye a piros gombokat már ismerjük,
Hát most ez itt egy kék színű. De van piros is. Nyomkodni kell össze-vissza, ez a lényeg. Várj, te só! Csapó 3. Interjút adok közben. Ilyen ez a popszakma. Mizu! De csak ide feljöttél és jól érzed magad a rúdon, nem? Nem jól az az igazság, a fasz kurva jól érzem magam! Mi 5 évvel ezelőtt találkoztunk, meg már a bejáratnál elcsültünk téged, de hát újra itt vagy magadével teszed a rudat, mi történt veled azóta? Azóta az az igazság, hogy már én iratom a dolgozatot, nem velem iratják. Hát figyelj, azoknak a kommentelőknek üzenem, akik kételkedtek benne, hogy elvégeztem az egyetemet, angol tesztnevelés szakos tanárként állok most ugyanígy 5 évvel ezelőtt. Azóta is változatlan a hangulatod, ugyanúgy megy a buli, amikor a hivatásod engedi. Amennyire csak egy tanártól fűlik. Figyelj, én alapvetően kutató jelleggel vagyok itt, én csak a jövő generációját vislatom itt öreg fejjel. És a mai napon kiket kutatsz? Kutatod a jó csajokat? A jó pia árakat? Vagy a mai este mit kutatsz itt a tengerbe? Figyelj, tanárként úgy vagyok vele, hogy bárki dörgölheti nekem, csak előbb írja meg a házi feladatot. Mindent is várjátok, remélem nem csak az új évet, de tényleg itt vagyunk az év utolsó bulián, 30-án. Eljöttetek szilveszter előtt egy nagyon jót bulizni. Hogy ezt választottátok? Hát ezt tök random jött, iszogattunk otthon, és akkor gondoltuk, eljövünk már, miért ne? Számoltátok, hogy idén hányszor voltatok itt a Magyar Tengerdiszkóban? Milyen nagyság rendileg? Szor biztos, de többször is szerintem. És akkor jövőre? Jövőre még több? Persze, minden évben vagyunk végig! Pampara! A Somix a kedvencünk! A Somix tényleg a kedvencünk! Pam 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 pam! Kivel érkeztetek ide? Hogy indult be a ma estet? Itt összebeszéltetek 4-5-en? Mi hárman! Mi mindig hárman ez vagyunk! A trió! Mi hárman összebeszéltünk! A kedvencünk a tenger! És mindig itt vagyunk a barátaimmal hárman! Hogy lehet hozzátok csatlakozni? Nincs hozzátok felvétel? Trió! Mi csak hárman vagyunk! Ez az örök trió! Hány évre tekint vissza a ti tengeres múltatok? Mi 22 óta járunk ide nyáróta, mert mindhárman 22-ben tartjuk a 16-ot, és betartjuk a szabályokat, és 22 nyara óta évek a legutolsó, augusztus 22-én töltöttem a 16-ot, és azóta jövünk ide. Mindig ez a kedvenc helyünk, mindig csak a házunk. És a kedvencünk. És a kedvencünk. És Jobbi Bajnalik! Ez mi a faszom ez? Ez mi? Mi ez katapult DJ, bazd meg? A szakállamban milyen hangok vannak? Hallgat? Látom, hogy neked nem kellett az UV-kolor, mert eleve ki vagy tetoválva. Igen. Megoldottad a mai bulit, sőt nem a mai bulit, az összes bulit megoldottad. Neked minden buli UV-buli. Minden bulit én szervezek általában. Na, és a mai napra kit hívtál ide? Tessék? Kit hívtál ide a mai napra? Őket. Ők saját a fellépők. Saját elég jó frizurád van a ma este. Igen, ezzel jelezném, hogy itt a buli. Figyelj, mert te vagy éneked. Nem ismerem. Mi hoz ide titeket mindig? Hát egyrészt az az egyetlen bulit, másrészt a korlátlan fia, harmadrészt meg mindig nagyon jó a buli, jók a zenék. Milyen fellépőket látnátok 2024-ben? Ki az, aki, hogyha ő itt van, akkor ti is itt vagytok? Kaszkara! Énekelni! Carson Coma, Kis Tehén és ilyen alter dolgokat. Hát akkor a BSV nem voltatok pár nappal ezelőtt? Nem. Hát kimaradtatok, az első koncert volt pedig. Sajnálom. De majd jövőre. Igen, jövőre. Halló! Látom, hogy itt nagyban nyomjátok a bulit, hajnalig nincs megállás szerintem, nálatok se. Nem lesz. Nem, nincs megállás. Nem vagy annyira magabiztos, mint a haverod. Tehát még nem hiszed el magadról, hogy itt akkora buli lesz hajnalig. Ja, hát nincs megállás, nyomassuk ezerre. Még a BSV-s videót sem vágtam meg. De pedig rád írtam Instagram, mikor lesz? Visszaírtam? Na hát ezért nincs időben válaszolgatok a jó csajoknak.
Nincs időm videót vágni. De jövőre nem segítenél nekem ebbe? Nem szeretnél videót vágni? De, ja nem, azt nem. Hát az a baj, hogy én sem, de muszáj. Hello! Jössz jövőre videót vágni? Hova? Hát videót kell vágni, mert nem győzöm megvágni a videókat. Jövök! Sziasztok! Együtt összeálltok és megvágjátok a videóimat. Szerintem adok belépőt, meg ingyen italt. Az jó, nem? Jó. Járgálunk a fesztiválokra. Jó. Itt vagyunk tényleg, itt vagyunk a színpadon. Nagyon elbújtatok, de hogy nem mutatjátok meg magatokat a paliknak? Nagyon elbújtatok. Á, nem nézek ki jól most. Nem. Nincs bennünk annyi alkoholmennyiség, hogy lemenjünk a színpadról. Vagytok, milyen a buli? Már mesélj nekem! Bankisége! Miért szeretek idejárni? Miért jó a mai nap? Miért jó a mai nap? Mi Pestről jöttünk! Tényleg? És nem beszéltünk össze, hát mi is onnan jöttünk? Tudom! Eddig hova jártatok bulizni? Csak Pest? Vagy mi? Máshol nem voltatok? Mindenhova! Van ilyen terv egyébként jövőre, hogy minél több vidéki diszkót meglátogattok? Még nincsen! Na, én azt csinálom, beszéljünk össze és együtt járkáljuk az ország diszkóit, jó? Oké. Az előbb a csajokkal megbeszéltem, hogy ők vállalják, hogy videót kell vágni, szóval már azt se kell csinálnod, neked csak el kell jönni és Insta-sztorikat kell csinálnod, jó? Oké. Összeáll 2024-ben az új Party Shakers, és folytatjuk a 8. évaddal. Jó bulit, szia! Mit szólsz a ma estéhez? Ez a showmix.mp4. Hol van a hely? Hol van a hely? Ott van! Várjál! Alul, majdnem eltörött a csuklomban. Köszönjük szépen! Kiröhög! Mi a baj? Kiröhög a kamerás! De miért? Az egy nagyon jó kérdés! Elköszönöm kérdés! De milyen volt a mai munka? Jó, kifotóztad magad, nem? Nagyon, és jól is éreztük magunkat! Itt voltunk 30-án Munyarcvasagyán, innen is megállás! Moson-Magyaróváron fogunk szilveszterezni, akkor is tartsanak velünk, az lesz a szezonzáró adásunk! Jövünk egy Best Of-val is még idén a 7. évaddal, és januárban forog tovább a 8. évaddal a Party Shakers. Nyíregyházán találkozunk először január 19-én, onnantól pedig írjuk folyamatosan a Facebookra és az Instára is, hogy mikor és hol fogunk forgatni. Örültünk, hogy velünk tartottatok, következő adásokban találkozunk, addig is sziasztok!